Erkárpáti Péter színész egy műsor kapcsán össze volt zárva a lányával. Mi volt ez a műsor, hogy így össze voltatok zárva a lányoddal, és hogy egyáltalán milyen hatással volt rád, és mit tudsz, hogy milyen hatással volt rá? Szia! Sziasztok! Ez nagyon édes dolog volt. Hát ugye a Rebeka már elköltözött külön, egy olyan 2 éve, és most egy 7-10 napig ugye egy helyen voltunk, még az Ázsia Express című játékban, és hát tulajdonképpen ott egymásra voltunk utalva a távoli vidékeken. Jó volt egy kicsit ilyen apalánya feelingbe ott versenyezni. De most azt mondtad, hogy jó volt, de hogy tényleg jó volt, vagy tényleg voltak ennek volt nehézségei, mert hogy azért nem tudom, tehát hogy egy kész nő az apjával állandóan, te gondolom mindig meg akartad mondani, hogy mit csinálja, vagy hogy legyen. Nem, én nem ilyen vagyok. Nem? Nem, abszolút hogy nem ilyen. Hogy bírod magadba tartani? Hát most miért mondjam, felnőtt lány teszi a dolgát, én is teszem a dolgomat. Röhögünk, nevetünk, ironizálunk, hála Istennek jó humort örökölt a Rebeka. Úgyhogy egy kicsit elröhöncséltünk, beszélgettünk az élet dolgairól, és nagyon gyorsan eltelt ez a néhány nap. A sajtóból tudom, hogy szakított a lányod viszont. Te gondolom, te nem a sajtóból tudod. Én nem a sajtóból tudom, de hát ez is az ő magánügye. Majd ha kommunikálni gondolja, akkor nyilván kommunikálni fogja. Akkor inkább csak azt mondd meg, hogy hogy zajlik ez a gyakorlatban. Szakítottak, hogy hozzád megy segítségért, pszichés segítségért mondjuk? Hát nem hiszem, hogy ilyenkor segítségre van szükség. Nyilván, hogy a barátaival megosztja, természetesen velünk is megosztja ezt a dolgot. Hát meg elmondjuk a hozzá kapcsolódó gondolatainkat. Hát ez ilyen sajnos az élet, hogy jövünk, megyünk egymás életében, aztán az az nagyon szerencsés, aki megtalálja azt a fixet, stabilt, és akkor rendben van. Na jó, hát amit most mondasz, az abban benne van egy jó pár év bölcsessége. Tehát, hogy mondjuk hát ez neki megvan már ez így, vagy mondjuk ezeket azért így átadod, vagy ezeket így mondogatod nem, neki? De szerintem 23 évesen nem is kell, hogy bírjon azokkal a bölcsességekkel, amivel majd 54 évesen fog bírni. Én sem bírtam 23 évesen ezekkel a bölcsességekkel. Én csak figyeltem, miről is szól ez az élet, aztán próbáltam benne elevickélni. Úgyhogy ez most az ő ideje, ő dolga, így is tanulja szerintem az életet. Mennyire hasonló vagy eltérő a személyiségetek? Észreveszed például az összezártság alatt, hogy nagyon hasonlók vagyunk ebben, nagyon különbözőek vagyunk abban? Abszolút. Tehát azért nyilván valami öröklődés azért átment vele, de nagyon jó a humora, nagyon kedves, nagyon udvarias, sőt sokkal jobban kommunikál, mint például én. Tehát akár ilyen médiális kommunikáció felé, akár a hétköznapi közlekedésben teljesen rendben van. Bátorítani megérkezett a oktató küzdötte le, vagy ő a Krav Maga oktatót? Hol voltál eddig? Verekedett eddig. Ott fönt verekedtem egy Krav Maga oktatóval, de nyertem. De remélem, azt fölvették filmre. Nyertem, azt jó, rendben. Gratulálok a nyereményhez. Köszönöm szépen. De nem is zavarok, csatlakozom hamarosan. Nem zavartál, éppen hallgattunk nagyokat. És azt úgy látom, amikor mesélsz a lányodról, hogy ez a hogy kommunikációban jó, hogy ez számodra büszkeség. A testbeszédedből azt vettem le, hogy támogatod ebbe az irányba, hogy ilyeneket? Hát figyelj, én olyan szülő vagyok, én nem mondtam meg soha, hogy ez legyél, meg az legyél, meg amaz legyél, hanem tedd, amihez kedved van. Aztán az élet majd úgy is egyengeti, mutatja, mik a mellékvágányok, mik a főcsapások, mint ahogy az én életemben is volt. Például azért lettem színész, ugye semmi máshoz nem értettem a középiskola után. Nem mehettem volna vagy politikusnak, vagy színésznek. Na most pekemre a másodikat választottam. Persze. De ugye is mondjuk ő, mennyire a tanácsokat neked? Akár szakmailag, tényleg, akár magánéletileg, akár hogy kezeld a közösséget. Tanácsot, ha nem is ad, hanem a viselkedésével mutat egy olyan irányt, amit néha én is leveszek. Egyébként nagyon a Vekerdi Tamás mondja valahol, hogy gyereket nem nevelni kell, hanem példát kell neki mutatni. Tehát az életviteleddel mutatsz példát a gyereknevelésben, és akkor gyerekek leveszik. Azt nem lehet mondani, hogy ne fogd meg a kályhát, mert meg fogja égetni a kezedet. A gyereknek kutya kötelessége megfogni a kályhát, hogy legyen saját tapasztalata arról, hogy milyen az, aztán utána már soha többet nem. De figyelj, de tényleg így van, mondod neki 500, ha ne fogd meg, csak az is megfogja. És valamitől ez így kell, hogy legyen. Tehát a Vekerdi Tamásnak igaza van ebben a dologban, és mi ránk ez abszolút jellemző. Igen, és valószínűleg, mert voltál már nálunk többször, és mindig szóba kerül Rebeka, és mindig azt veszem észre, hogy valószínűleg azért lehetsz ennyire nyugodt, és azért tudod mindig azt mondani, hogy semmi baj, és semmi botrány, tök jól működünk együtt, mert tudod azt, hogy amit ti átadtatok neki, az kész, tehát hogy megvagy, nem kell félteni, nem fog hülyeséget csinálni, mert pontosan tudja, hogy mi a... Így van tapasztalatom erről, és ezért vagyunk, csak egy példát, ha még van időnk.
ugye amikor ilyen 14-15 éves volt, és eljárt bulizni, és akkor mindig van 10-re legyél itthon című történet. Aztán rájöttem, hogy az én időmben sem volt így, hála Istennek föltalálták a mobiltelefont, és kapott egy mobiltelefont, és azt mondtam neki, hogy 10-re legyél itthon, de ha nagyon jó a buli, ha még maradnál egy fél órát, egy órát, csak annyi, hogy pittyencs rám, hogy apa, anya, minden oké, okay, és maradok. És akkor én nyugodt vagyok. Igen. És szerintem ez a fontos dolog. És a gyerek teljesen kiegyensúlyozott és normális. Mit szólt az új kapcsolatodhoz? Hát nyilván egy válás után az embernél az a természetes, hogy tovább lép. Abszolút. Nehezte rád, vagy hogy? Nem, egyáltalán. Meg tudtátok beszélni? Abszolút, tehát akár Rebekával, akár a fiam Alandissal is ezeket mind meg lehet beszélni. Ráláttak a dolgokra, tudták, hogy mi a helyzet, tudták, hogy jobb egy olyan kapcsolatot már nem folytatni, ami már esetleg meddő, és az új kapcsolatban pedig teljesen maximálisan elfogadták. Lehet az új kapcsolatról valamit tudni, vagy szeretnéd ezt ez magadnak megtartani? Mennyit csepegtetsz nekünk? Párom civil, és ugye volt az a híres mondás, hogy olyan, mint a Kalambó felesége, hogy mindig beszélnek róla, de senki nem látta még. Ugye igazából azt beszéltük meg, hogy mivel civil, ő távol szeretné tartani magát a médiális világtól, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt mindannyian tiszteletbe tudjuk tartani. Legalább írt körül, hogy milyen magas, szőke, alacsony, szép, fekete szép. És gondolom csodálatos a természete is. És ott volt például azon az előbb bemutatón, ami most nem régen volt, hiszen hamarosan bemutatod lesz, ugye a Vigyátékot? Igen, láttuk, édesanyám is följött Győrből, pedig ő már 84 éves, de följött, és megnézték az előbemutatót. Valóban lesz egy színdarab, aminek sajtóbemutatója, amire titeket és a TV2-t is szeretettel várom, úgyhogy szerkesztők figyelni, eljönni. Egy új magyar vígjátékról van szó, nagyon kevés magyar vígjáték születik, inkább a kortársak talán inkább ilyen kis búvalbélel dolgokról irogatnak, de ilyen felhőtlen kacagtató vígjáték talán ritka. Ezt ismerte fel a kiváló névrokonom Kárpáti Levente, a kiváló rendező, és ő színpadra vitte jeles színészekkel a Sziklás Madonna című vígjátékot, és ennek a sajtóbemutatójára készülünk, ami majd kora ősszel lesz. Ez az, amire szeretettel meg vagytok hívva, és szeretettel várunk mindenkit. És akkor ezek szerint gondolom az egész családod és a párod is szereti azt, amit csinálsz, és gondolom, óri, és én ezt úgy képzem, hogy legalábbis nálunk mindig úgy van, hogy ilyenkor, jaj, annyira ügyes vagy, annyira jó volt, annyira szuper, így van nálatok is? Hát persze, figyelj, hát az ember támogatja a másikat. Abszolút, én is támogatom páromat mindenben, ő is vele jókat mond, jó rálátásai vannak, és az azt hiszem, hogyha ez kölcsönösen működik egy kapcsolatban, akkor az egy előrevívő kapcsolat. És a humor, mert például az én párom is olyan, hogy pedig semmi köze a színházhoz, bocsánat, na most én is csepegtetek, de ugye, hogy mennyivel jobb, hogyha abban a székben ülsz? Igen. De hogy remek rálátásai vannak például a színházra is. Rengeteg Igen. olyan dolgot mond, amire úgy, tényleg azt mondom, hogy akár szakma is lehetne. Nálatok is így van? Igen, én azt gondolom, hogy nekünk mindig van egy ilyen elgondolásunk a készülő dolgainkról. És ha egy külső szem az pozitívan veszi figyelembe, tud olyan ötleteket, hozzá gondolásokat mondani, amitől azt mondom, hogy hoppá, tényleg, ez milyen jó ötlet, és szerintem ez egy nagyszerű dolog. Ha nálatok is így van, akkor szerintem ez marha jó. Akkor szerencsések vagyunk, azt hiszem elmondhatjuk. És kívánom, hogy ez a szerencse ez maradjon így, és legyetek boldogok. És mindenkit várunk őszre a bemutatóra, bár ez nem a reklám helye. Sziklás Madonna, Bakelit ősz. Köszi. Köszönjük. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük.